Sziasztok! Ebben a videóban az alapértelmezett sablonok megadásáról lesz szó, illetve a hiányokra utaló hiba üzenetekről és azok megoldásáról. A SolidWorks telepítése után, amikor először elindítjuk és szeretnénk készíteni egy új dokumentumot, felugrik egy ablak. Itt meg lehet adni, hogy az alapsablonokat mely mértékegységek és szabvány szerint hozza létre. A szoftver gyárilag ezeket a sablonokat állítja be alapértelmezetnek, vagyis amikor létrehozunk egy-egy új modellt vagy rajzot, akkor automatikusan ezeknek a sablonoknak a beállításait és jellemzőit öröklik. De nézzük is meg, hogy hol találhatók ezek a gyári alapsablonok. Kattintsunk a beállításokra, menjünk a fájhelyek oldalra, és itt a Dokumentum sablonok opció alatt leolvashatjuk az alapsablonok elérési útvonalát, ami erre a Templates mappára mutat. Mivel mi magunk is létrehozhatunk egyedi dokumentum sablonokat, külön mappákba rendszerezve, több mappát is hozzáadhatunk a listához, vagy éppenséggel eltávolíthatunk róla. Közös munkához egy szerveren lévő mappát is megadhatunk. Ezek a mappák és tartalmuk az új dokumentumablak haladó nézetében érhetők el. Most térjünk át az alapértelmezett sablonoldalra. Itt maguk a gyári, vagyis a SolidWorks által generált sablonok vannak megadva. Természetesen ezek is módosíthatók. Mivel alapból itt az első beállítás aktív, a program ezért használja fel automatikusan ezeket a sablonokat az új modellek és rajzok létrehozásához. Ha többféle sablonnal dolgozunk, például amerikai és európai szabvánnyal vegyesen, akkor érdemes kiválasztanunk a második opciót. És most tekintsük át, hogy a SolidWorks milyen esetekben nem találja az alapértelmezett sablonokat. Ha bezárjuk a kiindulási beállításokra vonatkozó ablakot, vagy a mégse gombra kattintunk, akkor a gyári sablonok nem készülnek el automatikusan. A templates mappa üres marad, ahogy az alapértelmezett sablonok beállítás is. Ezért különböző figyelmeztető ablakok fognak felugrani. Az is megesett, hogy egy korábbi verzió beállítása egy nem létező mappára hivatkozik, így az alapértelmezett sablonok sem lesznek meg. A program megkér bennünket arra, hogy adjuk meg a legenerálandó sablonok új helyét. Azonban, ha ezt a lépést kihagyjuk, továbbra is problémába fogunk ütközni. Például más típusú, mondjuk egy Parasolid formátumú fáj beimportálásakor is szükség van SolidWorks sablonokra. Ezek hiányában egy üreset kínál fel, de ezzel továbbra sem hozná létre a sablonfájlokat, ezért kattintsunk a mégse gombra. Ha nem szeretnénk mindig ezekkel a felugró ablakokkal találkozni, Ellenőrizzük a beállításokat. Nézzük meg a fájlhelyeknél a dokumentum sablonok listát, illetve az alapértelmezett sablonokat. Amikor meg akarjuk adni a megfelelő fájlokat, akkor is felkínálja a program egy új mapa megadását, ahova létrehozhatja őket. Az összes elérési útvonalat is megjeleníthetjük és módosíthatjuk. Kattintsunk a fájhelyeknél a szerkeszt gombra, válasszuk ki a módosítani kívánt útvonalat, majd dupla kattintással hívjuk elő fájkezelőt, és adjunk meg egy másik mappát. Egyszerre is aktualizálhatjuk az elérési útvonalakat. Ebben segít a keresés-csere funkció. Azt is megtehetjük, hogy egy másik mappába generáltatunk sablonfájlokat az aktuális verzióhoz. Ehhez csupán ki kell törölnünk az összes elérési útvonalat a dokumentum sablonok listáról, majd megadnunk az újat. Ezek voltak az alapsablonok megadási lehetőségei. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!